Önök a Dunaföldvár Televízió július 5-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. A nyári időszak fokozott figyelmet igényel a rendőrségtől. A nyár az nekünk ilyen fokozott odafigyelést igényel. Több szempontból is. Az egyik, vannak a nyári rendezvények, ugye ott több ember összejön, sokszor jobban érzik magukat idézőjelbe az alkohol hatások kapcsán. Ezeket nekünk felügyelni kell, ehhez kapcsolódik a közlekedés, ugye itt a járművezetés, a szabadságulás időszaka, tehát a közlekedésbe résztvevők száma is megnő, nagyobb a balesetveszély, tehát nekünk is többet és koncentráltabban kell kilenni az utcák. Bentlakásos erdei tábort szerveztek az óvodások számára. 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk ez az ötlet, hogy egy erdei óvodát kellene szerveznünk egy pályázat útján. Akkor a pályázaton sajnos nem nyertünk, de nem adtuk föl, és úgy gondoltuk, hogy megszervezzük. Tavaly nem sikerült, és az idén mindenképpen. Tehát megtettünk mindent azért, hogy sikeres legyen a táborunk. A helyszínnek az intézményünk Dunaparti táborát választottuk ki, és a gyerekek célcsoportja pedig az iskolába menő nagycsoportosok voltak, mindegyik Dunaföldvár óvodából. Ingyenes programokkal várták az érdeklődőket a szervezők múzeumok éjszakáján. 6 órától nyitottuk meg a kapukat az érdeklődők előtt, akik az est folyamán ingyenesen látogathatták a 6 kiállítást, nevezetesen a Vakbottyán emlékezete, a Sárdi kiállítást, és fél 8-kor nyitottunk egy új kiállítást, a 40 éve vár a vár című tárlatot, Pataki Dezső nyitotta meg, aminek az apropóját az adja, hogy 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Vármúzeum, azóta üzemel. Nehéz dolga volt a zsűrinek a Horgász Egyesület halászléfőző versenyén. Itt is azt mondom, hogy akik a legegyszerűbben és a régi hagyományos módszereket alkalmazták, azok hozták elő azt az igazi halászlé ízeket. És ha kérdeznék azt, hogy azért 30 halászlevet le zsűrizni, és a zsűri tagjai, hogy hogyan vesznek össze, vagy térnek egyhangúra egy adott halászlén, nehéz dolog, igen. Hát ahány ember, annyi szájíz, annyi elgondolás, vagy főleg ugye mind a 4-en, akik bíráltunk, ugye gyakorlott halászlé főzők, elég sokat szoktunk főzni, ott mindenkinek megvan a maga véleménye ebbe a dologban. Nehéz volt, de győztest azért azt hirdettünk. Többféle kihívással is meg kellett birkózni a DFC-nek az elmúlt esztendőben. Tavalyi szezont nem könnyű értékelni, és igazából ketté kell választanom a tavalyi szezonunkat. Talán az őszi 10-11 mérkőzésről tudnék először beszélni, ahol ugye Farsang János szerepében egy új edző érkezett hozzánk, aki azt hiszem, hogy nagyon jó kerettel dolgozhatott, nagyon jó mentalitású futballistákkal, és egy ragyogó eredményt ért el. Hát az első 11 fordulóba végig a dobogon szerepelt Dunaföldvár FC, sőt volt, hogy hetekig vezettük a tabellát. Aktuális rendőrségi hírekről kérdeztük Dunaföldvár rendőrparancsnokát. Kussá Szabolcsal beszélgetek aktuális dunaföldvári és környéki rendőrségi ügyekről. Nem is tudom, mivel kezdjük, tehát a nyári szünettel. Az ilyenkor mennyiben növeli meg a rendőrség készenléti állapotát, hiszen több a gyerek, nagyobb a kockázati tényező. Így van, köszöntök én is mindenkit. Nyár az nekünk ilyen fokozott odafigyelést igényel, több szempontból is. Az egyik, vannak a nyári rendezvények, ugye ott több ember összejön, sokszor jobban érzik magukat idézőjelbe az alkohol hatása kapcsán. Ezeket nekünk felügyelni kell, ehhez kapcsolódik a közlekedés, ugye itt a járművezetés, a szabadságulás időszaka, tehát a közlekedésbe résztvevők száma is megnő, nagyobb a balesetveszély, tehát nekünk is többet és koncentráltabban kell kilenni az utcákon, illetve időszakonként fölmérni azt a helyeket, illetve az időpontokat, ahol meg kell, hogy jelenjünk, úgymond szűrve kutatva az esetleges szabálysértőket. Illetve nagyon fontos abból a szempontból is, hogy nagyon sok család nem tudja hova tenni a gyermekét, nem tud megfelelő módon olyan programot szervezni neki, hogy lekösse a gyerek mindennapjait, és ilyenkor igenis
jelentkeznek azok a dolgok, hogy eltűnnek a gyerekek, nem megfelelő módon viselkednek, jönnek a különböző szabálysértések, rendbontások, csellengések, eltűnések. Tehát itt is van egyfajta figyelemfölhívó, próbálunk az intézményekben, illetve a nyári táborokban megjelenni, és erre fölhívni a figyelmet. Dunaparti város lévén adódik a kérdés, hogy a Dunát mennyire tekintik még fürdőzőhelynek? Hát minden évben van olyan, aki idézőjelben szabálysértést követel a tekintetben, hogy nem megfelelő helyen és módon fürdik. Ugye a Duna az egy frekventált veszélyforrás, hogy így fogalmazzak, csak a kijelölt Duna szakaszon, Duna helyeken szabad fürödni, igénybe venni ezt a dolgot. Ez a vízi felügyelet, ez a Dunaföldvári rendőrség ügye, vagy az országos vízirendészeté? Hát igazából ez egy komplex dolog. Hivatalosan úgy néz ki, hogy maga a vízpart, illetve a környező rész, az a szárazföld rész, hogy így fogalmazzak, az az ottani rendőrségnek a feladata. A víz felülete, az pedig a BRFK-hoz tartozó vízirendészeti őrsök látják el a felügyeletet rajta. Tehát ha valaki csónakázik, vagy motorcsónakot vesz, vagy jetskit, vagy ilyen jellegű tevékenységet folytat, nincs megfelelő engedélye, akkor azt a vízirendőrök ellenőrzik elsősorban. Az iskola, illetve a turisztikai program után térjünk át a bűnügyi szférára. Itt ne a jövőt nézzük, hanem a múltat. A közel múltban történt-e valamilyen különleges ügy Dunaföldvár környékén? Hát több jellegű bűncselekmény történt. Többször beszéltünk sorba az eseményekről. Többször beszéltünk már arról, hogy az emberek nem megfelelő módon kezelnek bizonyos hívásokat, vagy idegen személyeket. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban is fölbukkant egy olyan esemény, hogy idős embereknek a hiszékenységét kihasználva beférkőztek a lakásba, és ott az értékeiket, okiratokat, illetve készpénzt tulajdonítottak el. Itt ismételten fölhívnák mindenkinek a figyelmét, idős emberekét, hozzátartozókét, hogy igenis rágjuk a szájukba, legyünk is óvatosabbak, figyeljünk oda jobban az értékeinkre, illetve ne engedjünk be mindenféle idegen szemét az otthonunkba, mert egy módot teremtünk a tekintetben, hogy elviszik az értékeinket. A másik dolog, ami a közelmúltban volt, érintőlegesen szerintem a nézők, illetve az itt lakók értesültek róla, volt egy csoportosan elkövetett felfegyverkezve garázdaság bűncselekmény. Bizonyos nézeteltérés kapcsán két család összeveszett, és ott bizonyos használati eszközökkel egymásnak estek. Itt voltak különböző sérülések, e tekintetben volt hatatos rendőri intézkedés, megtettük azt, amit elsődlegesen kellett, illetve a nyomozás elrendelése került. Ebben az említett bűncselekményben, ebben az érintettek, az elkövetők közül három fő az őrizetbe került, és jelenleg előzetes letartóztatásokat töltik. Ebben az erőszakos tevékenységben igen sokan vettek részt? Többen vettek részt. Többen, tehát jóval többen, és igen súlyos testi sértések is történtek, vagy ez sem publikus? Gyakorlatilag, mint említettem, több személy vett részt ebbe a dologban. Azért maga a cselekmény megnevezése is az, hogy csoportosan elkövetett. Tehát kettőnél több, háromnál több személy. Az, hogy milyen jellegű sérülések, illetve ténylegesen mi történt, erre hivatott maga az eljárás során tisztázni ezeket a kérdéseket. Ki mit tett, miért tette, milyen okozati összefüggés van a dologban. Két témát még mindenképpen érintsünk. Az egyik a közlekedés. Várható valamilyen sebességmérés vagy általános közlekedési ellenőrzés a rendőrség részéről itt a nyári hónapokban? Így van, mint a riport elején ugye beszéltem. Ez összefüggésben van azzal, hogy megnő maga a közlekedőknek a száma. Érintőlegesen ez nekünk egy frekventált időszak. Kint leszünk maga normál ellenőrzések kapcsán is, illetve szabálysértés kapcsán ugye a sebesség túllépőket is ellenőrizni fogjuk. Szükség van rá. Tehát az elmúlt időszak azt mutatja, hogy nem csak a sebesség túllépők, hanem a különböző szabálytalankodók száma is növekedett. Szükség van rá a különböző baleset, illetve az egyéb események bekövetkezése miatt. Dunaföldváron van-e mérhető tapasztalat a fix kamerák hatékonyságáról? Maga a fix kamerák ugye
mint tudjuk, jelenleg üzemelnek. Maga a hatékonyságra én azért nem tudok nyilatkozni, mert az üzemeltetés az teljesen egy zárt rendszeren keresztül megy. Ez a Véda rendszer, ez egy központi rendszeren fut. Gyakorlatilag odaérkeznek be maguk a mérési adatok, illetve ott értékelik, ott értesítik azokat, akik esetlegesen szabálysértéseket követnek el. És olyan értelemben tapasztalható-e, hogy fegyelmezettebbek a közlekedők, vagy nem észrevehető? Szerintem ez egyfajta prevenciót is jelent, visszatartó erőt is. Ugye, mint hogy aki közlekedik az utakon, az látja, hogy ahol ilyen fix mérőegység van, az előzőre ki van táblázva. Amikor az ember észreveszi magát, az előjelző táblát, akkor automatikusan a gázon leveszi a lábát, és akkor szépen. Ugyanaz, mint hogyha mondjuk elindulunk az úton, ha látunk egy rendőrautót, akkor szépen liba sorba vagy csatlakoznak mögött az emberek. A másik téma, amit még röviden érintsünk, hogy a nyári programokra a rendőröknek különösen fel kellett készülni. Augusztus 20-a az egy nagy városi rendezvény, más program, vásárok? Hát így van, folyamatosan vannak programok. Most mondanám azt, hogy ugye maga az illetékességi területhez beletartozik nekünk Madocsa, beletartozik Bölcske, nem csak 20-a, hanem ugye itt vannak a vásárok, maga a paksi régióhoz járáshoz tartozunk mi, tehát a paksi rendezvények biztosításához ugyanúgy, hogyha erő, energia szükség vagy létszám szükséges, akkor egymást kisegítve szoktunk menni. Tehát ott is részt veszünk. Különösebb felkészülés. Minden egyes esemény más és más, ami úgymond különösen potenciális veszélyforrást igényel, az értékelve van, különböző tervek, módozatok készülnek maga a biztosításra, vagy arra, hogy ne tapasztaljanak semmit a lakók. Eligazításnak megfelelően a kollégák utána eljárnak. Rendőrség, a helyi rendőrség létszáma hogy áll? A migránsválság elszipkázza-e még az embereket? Erről is beszéltünk többször, maga az állomány az feltöltött, tehát létszámilag. Ugyanúgy a biztosítási feladatokban, amennyibe szükség van ránk, részt veszünk. Én bízom benne, hogy az itt lakók ugyanúgy nem érzik ennek a súlyát. Ez idézőjelben mindenhol az adott parancsnoknak okoz fejfájást, hogy ki tudja sakkozni azokat a lyukakat, ahol szükség van rá. Nyugodtabb hónapokat élünk? Hát ezt nem mondanám, bízom benne, hogy így fog lenni. Első alkalommal szerveztek bentlakásos tábort óvodások számára. Idén először került megrendezésre az óvodások jelképes nyári tábora június végén. Hogy született ez az ötlet, illetve hányan vették igénybe ezt a lehetőséget itt Dunaföldváron? Igen, 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk ez az ötlet, hogy egy erdei óvodát kellene szerveznünk egy pályázat útján. Akkor a pályázaton sajnos nem nyertünk, de nem adtuk föl, és úgy gondoltuk, hogy megszervezzük. Tavaly nem sikerült, és az idén mindenképpen. Tehát megtettünk mindent azért, hogy sikeres legyen a táborunk. A helyszínnek az intézményünk Dunaparti táborát választottuk ki, és a gyerekek célcsoportja pedig az iskolába menő nagycsoportosok voltak, mindegyik Dunaföldvári óvodából. Hány fős volt a létszám? 18-an jelentkeztek a táborra. Tudni kell azt, hogy azért óvodánként meghatároztuk, hogy 5-5 fővel jelentkezhetnek a gyerekek, de a Jókai utcai óvodából többen jelentkeztek, a másik 3 oviból pedig kevesebben, így minden gyereket, aki jelentkezett, el tudtunk vinni a táborba. Ezek szerint volt igény a rendezvényre? Igen, igen. A várakozásunkat felülmúlta. Egyrészt az igény is, meg maga a tábornak a tartalma és a tábor sikeressége is. Hogy fogadták a szülők, illetve a gyerekek ezt a lehetőséget? Hát én azt gondolom, hogy ez óvodánként változó volt. Itt a Jókai utcai óvodában nagyon pozitívan és várakozással fogadták a szülők. A másik óvodákban én azt gondolom, mivel hogy ez az első tábor, egy kicsit még idegengedtek ettől a helyzettől. Valószínű, hogy jövőre, az első tábor sikere kapcsán jövőre már kicsit többen fognak vállalkozni erre a táborra.
Milyen program várta a fiatalokat, illetve az óvodások számára rendkívül romantikus volt egy dunaparti táborban egyedül szülők nélkül egy éjszakát eltölteni, vagy többet is? Igen, hát ez egy két éjszakás tábor volt, úgyhogy ez egy bátorságpróba volt, én elmondhatom a gyerekek és a szülők részéről is. Ezt a bátorságpróbát a szülő és a gyermek egyaránt kiállta. Mind a három napra terveztünk programokat. Az erdei óvoda keretét igazából az adta meg, hogy ugye a természet közelében volt a tábor egy sátortábor. Tücsköd, bogarat gyűjtöttek a gyerekek a vízparti állatokkal, ismerkedtek meg, de volt kézműves foglalkozás is a tábor keretén belül, illetve nem maradhat ki, mivel Dunaparton vagyunk, és a strand is itt van a közelben. Egy strandolás, motorcsónakoztak is a gyerekek, kincsvadászatot is szerveztünk, hogy tartalmassá tettük a gyerekek három napját. Egy ilyen nyári tábornál természetesen időjárási viszonyok is befolyásolják a hangulatot. A szerdai napon egy kicsit esett az eső, úgyhogy nem szegte kedvünket, a gyerekek annál jobban élvezték, hogy egy kicsit szaladgálhattak az esőben, fölállítottuk a sátrakat, alig várták már, hogy a tábort elfoglalják, délutánra ugye kisütött a nap, és rögtön magukévá is tudták tenni a tábort, aztán a csütörtöki és a pénteki nap pedig teljesen a táborozásé volt, úgyhogy kisütött a nap, jó idő volt, egyedül a szerdai nap volt az, amikor egy kicsit esős volt. Volt az idő. Szúnyogveszély? Nem volt. Csütörtökön este a tábor tűznél volt egy szúnyog, de a füst elriasztotta őket, úgyhogy... Mivel nagyon fiatal korosztályról volt szó, természetesen a szülők aggódtak. Meddig mehetett el az a határ, amíg a szülő ott lehetett a táborban? Gondolom, ott azért nem lehetett aludni a gyerekekkel. Meg lehetett oldani? Ez könnyen? Igen, tehát ezt úgy szerveztük meg, tájékoztattuk a szülőket már a legelején, hogy ez a gyerekek tábora, tehát a szülőket nem szeretnénk sem vendégül látni, sem fogadni. Szerdán reggel hozták a gyerekeket, ott búcsút vettek egymástól, és pénteken délbe jöhettek értük. Természetesen minden gyermeknek megvolt a szülői telefonos elérhetősége, hogyha bármilyen probléma volt, és szerettek volna akár éjszaka hazamenni, vagy bármilyen betegség közben jött volna, nyilván tájékoztatjuk a szülőt, de erre nem volt szükség. Anyagilag miképpen hogyan lehet fedezni a költségeket, illetve kik voltak a támogatók? Igazából nem került ez pénzbe a gyerekeknek sem, és az intézménynek sem, mert az étkezést azt az óvodai étkezés kapcsán biztosítottuk, tehát ezt nyilván ugye a szülő vagy befizeti, vagy ingyenesen étkezik a gyermeke, mert az óvodában ez megoldott, mert folyamatos az életvitel. Az egyéb költségeket, a kézműves felszereléseket, a strandnak a költségét pedig az intézmény költségvetése biztosította. Úgy tűnik, hogy sikeres volt ez a próbálkozás, ezek szerint jövőre várható a folytatás. Igen, én azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék megszervezni, már csak az elsőnek a sikeréből fölbuzdulva is. Gazdag programokkal várták az érdeklődőket múzeumok éjszakáján. Évekkel ezelőtt Dunaföldvár is csatlakozott a múzeumok éjszakája országos akcióhoz. Idén olyan szerencsés dátumra esett ez a nap, hogy az országos akcióval egybeesett 25-én. Mik voltak a programok Dunaföldváron? Mikkel vártátok a érdeklődőket? Két helyszínen is vártuk a közönséget. Egyrészt természetesen a várudvaron és a múzeumokban. A másik helyszín pedig a tájház volt, ugyanis a város és a művődési ház, és azt gondolom sokak nagy örömére végül is a norvég alapon sikerült pályázati pénzt nyerni a tájház felújítására, és ennek a projektnek a kezdő nyitó rendezvény volt az úgynevezett tájház mustra, amikor is bemutattuk az érdeklődőknek, hogy most milyen állapotban van ez az épület együttes, és jövőre reméljük, hogy már a fölújított, megújult épületben várhatjuk a kedves látogatókat. Visszatérve a tájházra, tudjuk azt, hogy régóta megvan Dunaföldváron. Mit mutat be ez a tájház? Milyen lehetőségeket, programokat nyújt a érdeklődőknek?
Hát jelenleg még nem tudjuk fogadni a látogatókat, hiszen elég romos állapotban van ez az épület, de a jövőre vonatkozóan szeretnénk megszólítani az óvodásokat, iskolásokat iskolaidőben, iskolai keretek között, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt az épületet. Tehát tematikus foglalkozásokkal várjuk őket, szakmai programokat szervezünk, és természetesen a nagy ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényekre gondolok, itt a Lucanap, a Farsang, a Karácsony, amikor programokat fogunk szervezni, és várjuk az érdeklődő közönséget. Hát tudjuk azt is, hogy a múzeumi éjszakának a centrális program központja itt a várban, mi várta a közönséget, az érdeklődőket? 6 órától nyitottuk meg a kapukat az érdeklődők előtt, akik az est folyamán ingyenesen látogathatták a 6 kiállítást, nevezetesen a Vakbottyán emlékezete, a Sárdi kiállítást, és fél 8-kor nyitottunk egy új kiállítást, a 40 éve vár a vár című tárlatot, Pataki Dezső nyitotta meg, aminek az apropóját az adja, hogy 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Vármúzeum, azóta üzemel. A Fafaragó galériában a Tolna megye népművészeti értéktára és a Dunaföldvár mezőváros kiállítása volt látogatható, illetve az Ispán házban pedig a Láthatatlan kapocs című tárlatot tekinthették meg az érdeklődők, és az év folyamán természetesen a szezonban még szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék ezeket a kiállításokat megnézni. Aztán különböző tematikus programokkal vártuk ide a közönséget. A gyerekek számára kézműves játszóházat szerveztünk, és mivel ilyen jubileumát ünnepeljük a várnak, ezért most e körül forgott minden. A gyerekek a kirakóban, egy óriás kirakóban várat rakhattak ki, a vártornyot építhettek dobozokból, vármakettet készíthettek, illetve a börtönkalantúrára vártuk az érdeklődőket, amikor is a helyi gimnazisták segítségével egy kis életet viszünk a cellákba, és beöltözve próbálták illusztrálni az egykori raboknak az életét. Az est folyamán folyamatosan indítottuk a hőspróba programunkat, ami több ciklusban is elindult Szabó Szabocsné vezetésével, illetve 18 órától egy tangó est kezdődött itt a színpadon, 19 órától pedig az afrikai dob és táncsó Abdul Kamara közreműködésével. Ő egy szenegáli fiatalember, aki nemrég költözött Magyarországra családi kapcsolatok révén, és hát egy azt gondolom, hogy nagyszerű és fergeteges sót mutatott itt be az érdeklődő közönség számára. Egyébként 18 órától Jósda működött itt az udvarban, akik szerettek volna a jövőjükre vonatkozóan kérdéseket, válaszokat kapni, és a kérdéseikre válaszokat kapni, ők meglátogathatták a Jósdát. 21 órától Színezd újra, címmel pedig a székesfehérvári Méhkas aula fényfestéssel színezte be a vár épületeinek a falait. 22 órától pedig azt hiszem, hogy a legnépszerűbb programunkat indítottuk, ez pedig a bátorság próba. Kicsit meg is lepődünk, amikor tapasztaljuk, hogy mennyi gyerek, aki szeretné ezt kipróbálni, és a helyi gimnazisták segítségével tudjuk ezt a programot megvalósítani. Hát tulajdonképpen egy kis ijeszgetésről van szó, amit a gyerekek, különösen a kisebbek rendkívüli módon élveznek, és nagy érdeklődéssel várnak évről évre. És aki még mindig nem fáradt el, az pedig 23 órától részt vehetett a mágiagyújtáson és a tűzugráson, ami ilyenkor szokás, de hát ezen viszonylag már kevesebb érdeklődő maradt itt ezen a programon. A nap, vagy az est folyamán fröccsbárral, kemencés lángossal vártuk az embereket. Azt hiszem, tudjuk, hogy a múzeum éjszakája különösen és kisebb városok esetében nem csak kizárólag a múzeumok programjára korlátozódik, hiszen itt is vannak olyan műemléki jellegű épületek, olyan kulturális értékek, amelyeket esetleg be lehetne vonni a elkövetkezendő években ebben a múzeum éjszakai programban. Gondolok itt akár a gimnázium épületére, ami műemléki jellegű. Gondolkodtok abban, hogy esetleg ki lehetne bővíteni ezeket a lehetőséget a jövőben? Hát van ilyen programunk, hiszen a Kultúrházak éjjel-nappal sorozatnak, ami ősszel van, ez a fő célkitűzése, hogy ezeket a ritkán látogatható, vagy a nagy közönség számára nem megnyitott épületeket megnyissa az érdeklődők előtt, de ez ősszel van. A múzeumok éjszakáján elsősorban a múzeumokra koncentrálunk, itt Dunaföldváron pedig a várra. A Horgász Egyesület 70. születésnapján halászléfőző versenyt is tartottak.
Horváth Zsoltal beszélgetek itt a Kisduna jubileumi napon, nem mint polgármestere, hanem mint zsűri elnöke. Milyen zsűri? Igen, rendeztek itt a 70. születésnapon egy ilyen halászléfőző versenyt a horgászok. 30 csapat jött össze és nevezett be erre a szép eseményre. Azt kell mondani, hogy ez egy dicséretes dolog, hogy 30 főző csapat nekilátott ebbe a hőségbe és izzadt a bográcsok mellett. Én azt mondom, hogy ez igen, ez összetartja egy közösséget. Az étkek, a jó finom italok és maga ez a 70 év, ez összetartotta most jelen pillanatban ezt a horgász egyesületet. Amikor azt kérdezik, hogy mert hát azért mégiscsak egy versenyt azért értékelni kell, ugye nem szoktunk megmondani, hogy ki az utolsó, de ugye azért az első 6 helyezettet azért kell értékelni. Eltalálják azért ma már emberek a halászlét. Ugye a legfontosabb dolog, amit ugye ma szoktak mondani, hogy az egyszerűségben van a nagyszerűsége magának ez a halászlé, nem is hiába főzik ezt olyan egyszerűen. Hát itt is azt mondom, hogy akik a legegyszerűbben és a régi hagyományos módszereket alkalmazták, azok hozták elő azt az igazi halászlé ízeket. És ha kérdeznék azt, hogy azért 30 halászlevet le zsűrizni, és a zsűri tagjai, hogy hogyan vesznek össze, vagy térnek egyhangúra egy adott halászlén, nehéz dolog, igen. Hát ahány ember, annyi szájíz, annyi elgondolás, vagy főleg ugye mind a négyen, akik bíráltunk, ugye gyakorlott halászléfőzők, elég sokat szoktunk főzni, ott mindenkinek megvan a maga véleménye ebbe a dologban. Nehéz volt, de győztest azért azt hirdettünk. És akkor nézzük a helyezéseket. Hát első lett Györkő úr. Egy nagyon jó és egyszerűen elkészített, finom ízében, harmóniájában, állagában egy nagyon jól elkészített halászlé volt. Tényleg azt lehet mondani, hogy ahogy ő nyilatkozta itt, hogy hát nem is akart ő indulni ezen a versenyen, de mégis így sült el a keze. Van ez így. Tényleg finom volt. Második lett a Vagyon úr. Nem sokkal maradt el, körülbelül egy 7 ponttal, ha jól emlékszem. Ez is egy szintén, tehát ízvilágában, állagában, tényleg az is egy eltalált, tehát bármikor, bárhol, minden szégyenérzés nélkül fel lehet tenni az asztalra. Harmadik pedig Likli úr lett, az övé is szintén. Azt mondhatom, hogy az összpont számaiban az első és a harmadik között mondjuk 14 pontnyi eltérés van. Ez azt mondom, hogy egy ételnek az elkészítésénél nem sok. Ez ugye maga, mivel 4 tagú zsűri bírált, ez abból is adódhat, hogy ugye a 4 embernek teljesen más az ízvilága, a ízlelő bimbói, és más az elképzelése egy halászléről. Ugye teljes egyetértés nem lehet, de hát utána a számok azok objektíven teljesen ezt a képet mutatták, úgyhogy ez az eredmény született. Nagyon szépen köszönjük. Itt a horgászok profi emberek egy augusztus 20-ai halásztéfőző verseny mellé téve ezeket a halászleveket, van olyan színvonalon? Természetesen, én azt mondom, hogy ezek a halászlevek, ezek bárhol és bármikor megállják a helyüket, úgyhogy ezek a halászléfőzők, azt mondom, hogy mind a 30-an, akik itt elindultak, ezek nyugodtan lejöhetnek, és augusztus 20-án a Dunaföldvári nagy rendezvényen egy sátorban nyugodtan főzhetnek, és nem kellene nekik szégyenkezni ebbe a dologba. De ha önök végig mennének, szerkesztő úr, szerintem itt a bográcsokban nem olyan sok minden maradékot lehetne összeszedni. Aztán én erre azt fogtam mondani, hát a zsűri az mondhat azt, amit akar. Aztán mondjon. Itt igazából az értékel, hogyha belenézünk a bográcsokba, akkor mi van ott. Ha nincs semmi, akkor az azt jelenti, ha nem is érte helyezést, az rendben volt. Az rendben volt az osztálytársaság, és ott jó ízűen lehetett enni, és egy jó pofa fröccsöt ráinni. Úgyhogy én gratulálok csak minden főzőnek, ennek így kell lenni. Györkő Sándorral beszélgetek a halászléfőző verseny győztesével. Ez az aranyérem egyedülálló a történetben, vagy több ilyen van már? Igazándiból ez a második. Egyszer már voltam 2009-ben a Dunaföldvári halászléfőző versenyen első. Az is nagy meglepetéssel töltött, de ez a mostani, ez teljes mértékig. Igazándiból én szerdán neveztem be. A hét elején alakult úgy a dolog, hogy rá fogok érni a hétvégén, különben versenyen lettünk van a gyerekekkel, kajakkanú szakosztályo, és hát mondom, benevezek. És utoljára, tehát
még igazándiból embereket sem tudtam betoborozni ebbe, az igazán a családommal jöttem ki szigorúan, csak a szüleimmel, illetve a párommal, a gyerekeimmel, és egyik barátom kísértek el bennünket, és hát nagy meglepetés volt számomra ez az eredmény. Éppen mentem volna megnézni a vizet, és akkor mondják, hogy Györko Sándor első. Úgyhogy még most is csak ízlelgetem ezt a dolgot. Na ne beszéljünk mellé, nézzük a minőséget. Szerencse vagy tudás? Mi az ok? Hát én azt mondom erre, hogy szerencse, és van egy tudás is benne, de ezt gondolom, ez nem egy olyan tudás, amit bárki ne tudna. Én magam pont ma mondtam egy ilyet, ma volt egy ilyen véleményem saját magamról, hogy 2 egyforma halásztét még nem főztem. És úgy tűnik, hogy ez az ideihez most jól sikerült. Ugye az 5 alkotó, ez fontos, hogy paprika, hal, só, víz és hagyma. Ez legyen benn, más nem, én ezt betartottam, tehát paradicsomot nem tettem semennyit bele. Zöld paprika, vitamin paprika az volt benne, az adta meg ezt a kellemes ilyen samanykással vagy ilyen ízét, és igazán semmi más. És akkor az a lényeg, hogy jól össze kellene forralni, viszont pont azon bosszankodtam, hogy nem volt jó a tűzem, és nem akart megrottyanni rendesen, és hát a végén úgy néz ki, hogy akkor mégiscsak jól sikerült, hogy nagy meglepetés számomra ez az eredmény. Sajnálom neki. A hal az honnan származott, és milyen fajta volt? Igazándiból én a hozott, kapott halból főztem, a kis Lajos bácsiéktól, tehát igazándiból a halasboltból kaptam, és igazán ebből, én azt nem tudom mondani, származik, de úgy tűnik, hogy szerint jó volt a halválasztás is a kereskedő részéről. Említetted, hogy 2 egyforma halászlét nem szoktál főzni, hogyha még egyszer kellene, hogy a következő időkben egymás követik ezek a halászlék az életes során, akkor durván egy minőségiek, valamilyen közös nevező van bennük, vagy tényleg ahány halászlé annyi fajta? Hát ez nagyon tényleg úgy van, hogy nagyon hangulati kérdés. Ki vesz körül, milyen az időjárás. Tehát teljesen minden. És plusz még az emberi tényező, tehát én azt mondom magamról is, hogy tudok én mindent. Na, de egyszerre összetenni, az a művészet. És ezért nézek fel például a bajaiakra, illetve itt Dunaföldön is azért vannak néhányan, tehát legalább egy 10-15 fő, például a kis Laja, ő is nagyon jól tud, és ők ezt úgy becsukott szemmel szokták, tehát csicsat, és akkor finom halászlé. Na most, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok összetevés ez a dolog. A jó alapanyag, illetve az, hogy minden jól jön össze. Ennyi a titok, semmi extra nincs, mert ezt mindenki tudja, ezt a receptet elkészíteni is, meg lehet csinálni, és nekem most sikerült ennyi, úgyhogy nagyon örülök neki. Marad belőle? Igen, nagyon szívesen meginvitálok, hogyha meggondolod, akkor ott vagyok a sarokban, és ott válok akkor egy halászlére. A DFC szakmai igazgatója értékelte a csapat elmúlt évi teljesítményét. Lesni Gáborral, a DFC igazgatójával beszélgetünk. Gábor, értékeld az elmúlt esztendőt, a labdarúgók teljesítményét, illetve majd néhány szóba vázolt fel a jövőt, mik a tervek idei esztendőre vonatkozóan. Hát a Dunaföldvár FC tavalyi évét, vagyis hát a tavalyi szezont nem könnyű értékelni, és igazából ketté kell választanom a tavalyi szezonunkat. Talán az őszi 10-11 mérkőzésről tudnék először beszélni, ahol ugye Farsang János szerepében egy új edző érkezett hozzánk, aki azt hiszem, hogy nagyon jó kerettel dolgozhatott, nagyon jó mentalitású futballistákkal, és egy ragyogó eredményt ért el. Hát az első 11 fordulóba végig a dobogon szerepelt Dunaföldvár FC, sőt volt, hogy hetekig vezettük a tabellát, ami azt hiszem, hogy Dunaföldvár múltjában gyakrabban, a jelenében ritkábban fordult el, hogy ennyire előkelő helyen szerepelünk. Aztán hát a János szerepéhez köthetem azt is, hogy az utolsó 2 fordulóba becsúszott 2 idézőjelben nem várt vereség, ahol a Majos és a Bonyhád csapatát fogadtuk. Ekkor sajnos már az edzőnknek más elfoglaltságai voltak, nem tudott tevékenyen részt venni az egyesület életében, ott be is csúszott 2 vereség, és így a 6. helyen végeztünk az ősz folyamán, és hát karácsonykor csörrent meg a telefonom, amikor János jelezte, hogy külföldre távozik, és nem tudja tovább vállalni az edzősködést a klubunknál. Valahol oda tehetem azt a pontot is, ahol megváltoztak egy kicsit a klub körüli dolgok, ugye sokáig bizonytalanság volt, akár az edző szerepében, akár a játékos keretben emiatt.
végül is a Barics Péter személyében találtunk egy megfelelő edzőt, akinek bizalmat szavazott az egyesület. Sajnos a tél folyamán meggyengültünk, ugye két fontos játékosunk távozott, ugye a Sultész Norbert és a Horváth Ádám szerepében. Őket próbáltuk pótolni, de a tavasz sajnos egy lejtmenetet mutatott. Hogy ennek az összetevői pontosan mik voltak, aki ült már labdarúgó öltözőben és belekerült már egy ilyen spirálba, azt tudja, hogy ha sorozatban jönnek a rossz eredmények, kifele pattan a labda, kimaradt büntetők, meg nem adott szabályos gólok, akkor az embert ez a spirál úgy beszippantja, hogy ebből nagyon nehéz kikeveredni. Sajnos mi belekerültünk ebbe a spirálba, és azt hiszem, hogy egész tavasz folyamán nem tudtunk ebből kikeveredni. Példaként mondhatom azt, hogy talán 8 büntetőt rúgtunk a tavasszal, amiből hát nem tudok pontos számot mondani, de a hasamra ütök 2 sikerült értékesíteni. Számtalan kapufa, számtalan bírói tévedés, sérülések, rögtön az első fordulóba egy olyan játékosunk esett ki, akire nagy szerepet szántunk a tavasszal. Aztán voltak belső ügyek az öltözőbe, amik nagyon nem hiányoztak. Természetesen benne volt az edző hibája, benne volt a vezetőség hibája, aki nem megfelelően erősítettük meg a csapatot, bíztunk azokba a játékosokba, akiket idehoztunk. Volt olyan játékosunk, aki ide szerződött hozzánk, és egész tavasszal nem láttuk, és hát szégyen vagy nem szégyen, de a bajnokság vége fele már kiállási problémáink is, tehát létszám problémáink is voltak. Ezt ugye utánpótláskorú játékosokkal orvosoltuk, de én mai napig azt mondom, hogy ez nem egy egészséges dolog, hogyha egy utánpótlás játékos azért kerül oda a felnőtt keretbe, mert nincs más, az nem szül jót, és hát a pontok meg a számok alapján ez be is bizonyosodott. Így a 8. helyen tudtunk végezni. Hát azt hiszem, hogy ennél csak fényesebb eredménybe gondolkodtunk egész évben, ugye úgy mentünk neki a tavasznak, hogy a 6. helynél előrébb kell lépnünk, de sajnos ezek miatt, a dolgok miatt nem sikerült. Nyilván ez azt jelenti, hogy itt a nyári szünetben alaposan át kell szervezni a csapatot, illetve erősíteni mindenképpen. Így van. Hát sok mindenbe erősítünk. Azt hiszem, hogy a legnagyobb erősítésünk az infrastruktúra lesz, amint látható itt mögöttem épül egy kis műfüves pályánk, ami nekünk óriási mínuszt jelentett a többi csapattal szemben, hogy mi télen, mivel Dunaföldváron se méretes tornacsarnok, se annyi óra lehetőség a kis teremben, hogy edzeni tudjunk, ezért a téli felkészülésünk mindig hiányos, amit ugye rengeteg edzőmérkőzéssel próbálunk pótolni, de például az idei bajnokságban is a bajnokság előtt egy héttel mehettünk fel először a pályánkra, hiszen olyan állapotban volt. Most ezen a műfűes pályán azt hiszem, hogy meg tudjuk csinálni azokat a dolgokat majd a tél folyam, amire szükségünk lesz. Természetesen a játékos keretet is szeretnénk megerősíteni. Hát a nagy csapatokhoz híven, amíg nem konkrét nincs aláírva a papír, addig neveket nem szeretnék mondani, de azt hiszem, hogy olyan játékosokkal tárgyalunk, akik tudnak rajtunk segíteni. Nagy játékos mozgás várható, hiszen több kiöregedő játékosunk van, többen nem tudják olyan szinten folytatni a labdarúgást, amennyire mi szeretnénk. Mindenképp olyan játékosokat keresünk, aki hetente 3-4 itt tud lenni edzésen, tehát olyannal nem is tárgyalunk, aki azt mondja, hogy ő 3 műszakban dolgozik, és egyik héten tud jönni, másik héten nem tud jönni. Ezeket a játékosokat keressük, akik dolgozni tudnak, és itt tudnak lenni a köreinkben, és ha tudunk rendesen dolgozni, megfelelő létszámmal, akkor biztos, hogy meg lesz az eredménye is. Nagyon szeretnénk oda visszakerülni, ahol ősszel voltunk, tehát a dobogó környékére. Aztán, ha több is van a csapatban, akkor egy magasabb osztálytól se zárkoznánk el. A vezetőedző személyvel kapcsolatban vannak elképzelések? Mindenképpen bizalmat szavaztunk a Barics Péternek, hiszen az ő munkája kívülről nézve megfelelő volt ahhoz, hogy itt magasabb eredményt érjünk el. Inkább a külső körülményekre foghatom azt, hogy nem sikerült neki is edzőként úgy a debütálása, hogy szerette volna, de a játékos múltja, a tudása mindenképp amellett szól, hogy ő egy nagyon ígéretes edző. Hát bízunk benne, hogy egy ígéretes csapatot is tudunk mellé kovácsolni, és akkor együtt megindulhatunk felfele. Thank you.